наши стаи, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали. Эти люди никогда не спят, эти люди скромны, неречисты. Мы не все их знаем имена, но не даром лучшие чекисты боги выделотят ордена. Разбежка наша весь народ, враг не пройдет границы. Толпой пройдем, так попадем, дешевый рукавицы. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves hallgatóim! Az ember, ha öregszik, nem nagyon örül a dolgoknak, de bizonyos történelmi távlat is kell ahhoz, hogy egy-egy fontos és máig összekuszálódott és nem egészen világos történelmi esemény, nem is akármilyen esemény, amely elvezetett a Szovjetunió széteséséhez, egy nagy birodalom megszűnéséhez, és nemrég Putyin tett is megjegyzés, hogy a 20. század legszörnyűbb történése az, hogy szétesett a Szovjetunióna, de mindegy, ahhoz, hogy egy bizonyos esemény tényleg érthető legyen a számunkra, hát tényleg kell a történelmi távlat. 31 évvel ezelőtt, 1990-ben, pontosabban 90 elején, tehát Gorbacsov ellátogat a Baltikumba. És ott tárgyal a helyi vezetőkkel, Vilniusban Brazauskasszal, a független Litvánia leendő elnökével, és más politikusokkal is tárgyal, és megpróbálja rávenni őket, hogy ne szakadjanak el a Szovjetuniótól. Aztán elmúlik egy év, és 1991. januárjában és februárjában lényegében rendkívüli állapotra kerül sor, rendkívüli állapot bevezetésére Rigába, kevésbé Tallinnba, Észtország fővárosában, de Lettország fővárosában, Rigában igen, és főleg Vilniusban. És Vilniusban lövetnek a szovjet kiskatonák, és főleg a terror elhárító egység emberei, akkor már volt ilyen a Szovjetunióban, és Rigában pedig az OMON, a karhatalom egységei betörnek több középületbe, mind a két országban, ország fővárosában, Rigában és Vilniusban halottak vannak, és Gorbacsov, aki nélkül ez nem történt volna meg, mint máskor is, mint a tbiliszi mészárlás idején, amikor kis katonák ilyen papátokkal agyonütik a nőket és a gyerekeket a felvonuláson, vagy Bakúban, amikor az oda küldött szovjet alakulatok belelőnek a tömegbe, igaz, hogy ez a tömeg korábban örményekkel szemben ilyen pogromot rendezett, na de mindegy, szóval korábban is Gorbacsov keze benne volt ezekben a dolgokban, nem volt nekem is Gorbacsov fóbiám, de hát ezek közismert dolgok mára, és 1991 elején Gorbacsov letagadta az egészet, hogy hát neki olyan sok köze nincs az egészhez. Egyébként az előző esztendőben, 1990 decemberében Gorbacsov irodájában, a Kremlben összeült jó pár politikai vezető, részint az ő közeli munkatársai és tanácsadói, akiknek egy része már szinte antikommunista, más kérdés, hogy Andropov a KGB főnök és a későbbi pártvezető, élete végén már pártvezető volt, onnan lépett egyet előre, így lett Brezsnyev utódja, tehát Andropov környezetéhez tartoztak ezek az emberek, de addigra már fordultak egy nagyot. Ezek az emberek ott voltak, tehát Gorbi munkatársai, és ott volt még jó pár olyan kommunista politikus, olyan államférfi, akik a régi rendszerhez, a sztálini, hruscsovi, brezsnevi rendszerhez így kapaszkodtak, és folytatták volna ezt az utat. Jó lett némi reform ilyen engedmények árán, és ott Gorbacsov javaslatára, tehát nem más vetette föl, bár a többiek nagyon meg voltak ezzel elégedve, hogy bármi baj történik ebben az országban,
azonnal be kell vezetni a rendkívüli állapotot. Tehát a későbbi 1991. augusztus 18-19-i, 20-i, 21-i pucs, az a bizonyos 4 nap, amely nem csak megrengette a világot, de tönkretette szinte teljesen a Szovjetuniót, pontosabban rátette az íre a pontot. Na most az már, ez egy ilyen nagyon hosszú nap volt, és ez a nap nem akkor augusztusban kezdődött el, hanem 1990 decemberében, sőt még korábban. Amikor Gorbacsov visszatért az úgynevezett letartóztatás, ez egy kétes dolog, de hát erre majd rátérünk, nyomán Moszkvába, akkor oda szólt, csak úgy oda szúrt tulajdonképpen egy nagyot, amikor a munkatársai és a hívei várják a repülőtéren, és azt mondta, hogy ti soha nem fogjátok megtudni, hogy mi történt. Utána Gorbacsov előjött a verzióból, ugye mocskos, csúnya pucsisták lementek hozzá, tárgyaltak vele, ő mindenben ellenállt, letartóztatják, házi őrizetbe helyezik, de aztán most kiszabadítják őt, a nép képviselő visszatér, de azért mégiscsak volt az a bizonyos mondat, ti soha nem fogjátok megtudni, hogy mi történt. Hát azért most már tudunk egy jó pár dolgot. A pucsisták többsége, ezek már idős emberek, vagy életmeglett emberek voltak akkor, hát ők már meghaltak. Alig élnek, köztük egy pár. Gorbacsov még él, most már sokkal világosabban nyilatkozik, most már céloz erre-arra, de azért ő sem mondta el az igazságot. Nekem Moszkvában volt egy nagyon érdekes beszélgetésem az ország akkori miniszterelnökével, aki hát közel állt Jelcinhez, amikor a 90-es évek közepén akkor lett miniszterelnök, Viktor Csernomirdzsin. Aztán Jelcin megszabadult tőle, aztán Csernomirdzsin Kijevbe elmegy lényegében helytartónak, nagykövetnek, és akkor már elkezd inni. Ő a Gazpromból, az egykori saját energiaügyi minisztériumából csinál egy ilyen mintavállalatot, aztán kormányfő lesz. Nagyon jól tájékozott ember, és tényleg az ország legnagyobb titkaival ő tisztában volt. És akkor beszélgettem vele, és érdekes módon sietett valahová, vagy udvarias volt, bumfordi embernek tűnt, de nem volt az. Ki kísért a lifthez? A titkára egy paksaméta irattal követte őt, nyilván valahová el akartak indulni, és tényleg útba esett a lift. És valami olyasmit mondott nekem, Miklós, mi érintettük most a pucsot, ne haragudj, te kérdeztél volna még, én leállítottam. Ezek olyan dolgok, jobb ezekről nem beszélni. Ha majd megírom, vagy inkább lediktálom az emlékirataimat, hát ezt bizony nem fogom szóba hozni. Ez egy nagyon komplikált dolog volt, ez olyan egy kicsit, és így ezt a szót használta, hogy bánka, befőttes üveg, akkor egy befőttes üvegben, láttam ezt Közép-Ázsiában, folytatta Csernomirdzsin, van egy csomó skorpió is, neki mennek egymásnak ezek a skorpiók. 1991 nyarán bőven dolgoztam már a Szabad Európa Rádióban. Moszkvában emiatt is persona non grata lettem, na nem azért, mert vezető orosz értelmiségiek, és nem csak orosz, baltikumi, ukrán, örmény, grúz értelmiségiek dolgoztak már a Szovjetunióban, Szabad Európa Rádió számára, össze-vissza nyilatkoztak, volt, aki pénzt is kapott ezért. Tehát ez pártvezetők, egykori pártvezetők sem kerülték el, a Szabad Európa Rádió rögtönzött kis moszkvai stúdióját, amely tulajdonképpen egy nagy magánlakás volt, csak később a pucs leverését követően állt fel ez a stúdió Moszkvában, teljes szépségében egy csodálatos építmény, fontos része volt a stúdió, de mindegy, de én már nem jártam Moszkvába. De azért nagyon sokat fordultam meg Münchenbe, ahová a szovjet értelmiségi elit egy része kezdett már elzarándokolni. Let us sing.
És ott összebarátkoztam egy-két Moszkvában élő Szabad Európa, Szabadság Rádió tudósítóval, és egyikük, Mark Dedge, állandóan hívogatott. Mi a feleségemmel Csillebércen laktunk, és hát nem örül az ember, amikor ébred, madarak csivitelnek, csiripelnek, és hát egyszerre csak megszólal 5-kor, 6-kor a telefon, 2 óra volt a különbség, és ideg-beteg ember hangján Mark Dedge megszólal. Perceken belül hatalom átvételre kerül majd sor, a belügy és a hadsereg be fog vonulni Moszkvába, és így tovább, és így tovább, azonnal szóljál ki Münchenben, nem tudom miért, de nekem nem működik a telefonom. Ez olyan volt egy kicsit, mint a farkas mese. Egyszer megtettem, hogy kiszóltam, másodszor megtettem, harmadszor már cseng a telefon, fölveszem, ez már augusztus vége felé, Gorbacsov már augusztus 4-én elutazott Faroszba, a Krim félszigetre, volt egy pazar nyaralója, a cároknak nem volt olyan nyaralója, és ez nem egy olyan nyaraló, amelyet Gorbacsov megörökölt volna elődeitől, Sztálintól, vagy Hruscsovtól, vagy Brezsnyevtől, vagy Annetán Andropovtól, nem. Ezt számára építettek, de valami írdatlan pénzért, és Raisa Gorbacsova, Gorbacsov felesége, meg így is nagyon balhézott, hogy hát ez nem elég előkelő a család számára. Most Gorbacsov elutazott, Moszkvában elég feszült a helyzet, jöttek a hírek, hogy nyáron krumplit szednek, hát nekem új krumpli lehetett ez, 2 hadosztály Moszkva mellett szedi a krumplit, hát valójában körbevették Moszkvát. Ilyen hírek voltak, különösebb ellentétekről a vezetésen belül nincs szó, kormányfő cserére kerül sor, a szuperalkoholista kövér ember Pavlov átveszi az idegroham sorozat, és egy súlyos szívroham után tényleg háttérbe szorult Nikolaj Ryzskov kormányfő helyét a kormány élén, de különösebb feszültségről, nekifeszülésről nincs hír, és most már 30-szor telefonál az a Mark Dedge. Hát úgy elküldtem őt, elkezdtem kiabálni vele, nem tudott pihenni miattad. És tényleg remegő hangon azt mondta, hogy Miklós, akár hiszed, akár nem, nálunk hatalomátvételre került már sor. Most beszéltem az amerikai követség egyik munkatársával, ami azt mondta, hogy feleségemmel és a kis gyerkőcökkel együtt engem befogadnak. És hogy nem én vagyok az egyedüli, aki telefonál az ilyen vagy olyan követségre. A tévé vetíti tényleg megállás nélkül a hattyúk tavát, elég rossz minőségben. Itt egy sztálinista, konzervatív hatalom átvételről van sor. Miklós, azért rád bízom, hogy most mit evő legyen. Megint hívom München Szabad Európát. Tessék elképzelni, 1/2 órán át foglalt a központi szám, nem én voltam az egyedüli, a világ minden tájáról, de főleg Moszkvából telefonáltak sokat, mert azt mondták, hogy jó, jó, mi már ezt tudjuk, és hát majd szólunk. Délután fölhívott engem a volt neves és befolyásos amerikai szenátor Pell, aki a Szabad Európa Rádió főigazgatója volt, és a Szabadság Rádió főigazgatója egyben. Soha sem eddig, sem később nem hívott engem. Csak annyit mondott, hogy kedves barátom, nagyon értékes munkát végez, ön csinálja részint a mi történelmi műsorainkat, tehát fogalma sem volt egyébként rólam, de mindegy. És hogyha lehet, készítsen vezető magyar politikusokkal, értelmiségiekkel, nyilatkozatokat, és ezeket bármikor soron kívül betesszük a műsorba, és hát nem mondta ezt így ki, de jó lenne, ha ők elítélik ezt a bizonyos Gorbacsov ellenes kulcsot. Persze hiú voltam, hát 30 évvel ezelőtt jóval fiatalabb is voltam, és fekete-fehér színekben láttam az egészet. Most autólag bánom. Tényleg délutánom és főleg a másnapi délelőttöm arra ment rá, hogy bejelentkeztem, akkor már több pártrendszer volt Magyarországon, attól kormány bejelentkeztem több politikusnál, különböző párt vezetőinél, vezető értelmiségiek közül is egy-két embert fölhívtam.
És megmondom, név szerint és szó szerint két ember volt hajlandó csak nyilatkozni, és elítélni a sztálinista múltat, és felháborodásnak adta, hogy Szent Ivány István, az SZDSZ külpolitikával foglalkozó szakértő és politikusa, és Dajcs Tamás, akit azért hívtam föl, mert nem sokkal ezelőtt Prágában részt vett a tüntetéseken, és hát akkor sokat foglalkozott vele a Szabad Európa Szabadság Rádió, mert ott börtönbe került. És ők ketten nagyon precízen, nagyon röviden és értelmesen összefoglalták a saját véleményüket. De egy csomó más politikus különböző pártokban vagy nem volt hajlandó nyilatkozni, vagy olyan ostobaságokat mondott, hát azért mégiscsak nem szabad beavatkozni más országok életében. Hát akkor azért lesznek itt ilyen restrikciót, a nyugat, hát akkor nem szankciót mondott senki, hanem a nyugat majd körbeveszi, ilyen gazdasági körgyűrűvel, embargóval, Szovjetuniót, és akkor mi minden vacak árut, főleg élelmiszert el tudunk nekik adni. Ilyen válaszokat kaptam a kormány némely, akkori kormány némely tagjától, vagy némely vezető politikust. Így fogtam a fejemet, fölhívtam a Szabad Európát, mert nem sokra megyek ezekkel a válaszokkal. A pucs idején Budapesten járt II. János Pál, most már szenté avatott lengyel pápa. Óriási népszerűségnek örvendett, és amikor bazilikában megtartja a beszédét, és a beszéde során lényegében elítéli a pucsistákat, és pozitívan nyilatkozik Gorbacsovról, az egyik akkori vezető szovjet diplomata, aki ott ült az első sorba, fölállt és trappolva tüntetően kiment. A különböző fővárosokban Gorbacsov kegyeit korábban hát kereső diplomaták, általa kinevezett, senki háziak tulajdonképpen sorra leveszik a portréját a követségben, és de az nem annyira érdekes, ez karrierizmus. Ez a volt szovjet múlt, de az is nagyon érdekes, hogy az ilyen országos politikusok, hogy Francia Mitterrand, vagy Lech Wałęsa is, nagyon óvatosan nyilatkoznak, sőt lényegében, mivel kimondják azt, hogy ez a hatalom átvétel, a szovjet lakosság belső dolga, lényegében támogatják így a pucsistákat, folytatni akarják az együttműködést a Szovjetunióval. Mit számít nekik, hogy Gorbacsov van a Szovjetunió élén, vagy nem Gorbacsov? Na most nagyon érdekes volt még, hogy amikor egy ilyen hasonló macsekkal kint voltam ezekben a napokban Csillebérci nyaralomban, és közlekedtem azért villamoson, buszon, meg hát voltak ismerőseim a városban, megállítottak az utcán. Hát nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez nem lehet tudni, hogy zűrzavar van, nem érdemes beleszólni. Mikor Margaret Thatchert fölkeresik különböző másként gondolkodók, akik ott vannak nyugaton, hogy ők alakítanak majd, ha nem is ellenkormány, de bizottságot is megtámogatják Gorbacsovot, hát szó sincs róla, Margaret Thatcher, Gorbacsov egyes számú szövetségese a nyugati világban, aki úgymond felfedezte Gorbacsovot. Nos, Thatcher asszony azt mondta, hogy ne szóljunk bele a dolgokba. Az is nagyon érdekes, hogy Vlagyimir Bukovszky, másként gondolkodó politikus, fölkeresi a lengyel ellenállás némely vezetőit, hogy legalább ellenállás lesz, ha nem is partizán háború, de hát illegalitásba vonulunk majd odahaza nálunk, Moszkvában, Leningrádban, más városokban, nyomtató gépek kellenek, műszaki eszközök kellenek és komoly segítség, és bizony többen is megvonják a várunkat. Szóval ez egy ilyen világ volt, messziről nem nagyon tudunk már ezekről a dolgokról, és főleg arról nem, hogy maga Gorbacsov korábbi hónapokban, egészen 1991. júliusáig rendkívül kétes jánuszarcú és ravasz politikát folytatott, ide is lépett, oda is lépett, és a legnagyobb titokban készült, most már kimondhatjuk ezt, vállalom ezt a mondatot, Gorbacsov is készült a helyzet
katonai fegyveres eszközökkel való megváltoztatására a rendkívüli állapot bevezetésére. Február 25-én 1991, február 25-én hatalmas tüntetésre került sor Moszkvába, legalább 250 ezer ember kiment az utcára. Gorbacsov a CIA jelentései szerint, az most pár éve szabadultak ezek a jelentések fel, és lehet őket kutatni, de csak részben. Van olyan CIA jelentés Moszkvában, kitűnően voltak informálva, ahol az egész oldal majdnem be van satírozva sűrű fekete festékkel, hogy még véletlen sem tudja ezt elolvasni a kutató, de azért abból a néhány mondatból is kiderült, hogy a CIA megtudta azonnal, és Metlock, nagykövet is, tisztában volt azzal, hogy Gorbacsov pánikba esett. Tehát február 25, akkor Gorbacsov már még komolyabban kezdett azon gondolkodni, hogy egy rendkívüli állapot bevezetésekor jó lenne fölállítani titokban, nagy titokban, mint egy elébe menni az eseményeknek egy rendkívüli bizottságot. Március 8-án Gorbacsovot még egy nagyon fontos impulzusért, és ő nem volt egy gyáva ember teljesen, de azért ő néha teljesen félős volt, és elveszítette a fejét, néha megfordítva a legnagyobb bajban, nem is fogta föl, hogy milyen szörnyű baj, és milyen szörnyű vár rá, és milyen szörnyű megpróbáltatások előtt áll. 1991. novemberében és decemberében, amikor megszűnt létezni lényegében a Szovjetunió, akkor Gorbacsov inkább kullogott az események után. 1991. februárjában és márciusában Gorbacsov nagyon sokszor megijedt, és sokkal keményebb volt, mint ezt elvárták volna a munkatársai, és tulajdonképpen a diplomáciai tárgyalások útját nem is választotta, hanem készült. Ha ütni egy nagyot, ha melléje áll akkor Krücskov KGB főnök, Andropov kegyence és kedvence, ha melléje áll Jazov marsal, egy öreg ember volt, és főleg még öregebbnek tűnt, és Ahtomejev marsal, Gorbacsov tanácsadója, nos, ha ők melléje állnak, ők mind a pucsisták élvonalába tartoztak, de hát ők erre nem voltak képesek, még mindig számukra nagyon nagy dolog volt, hogy az ország első embere, a Szovjetunió első, akkor még nem volt arról szó, hogy utolsó elnöke, és a szovjet kommunisták egyes számú vezetője, aki már nagyon népszerűtlen, nem csak a kommunista vezetés soraiban, hanem általában az országban, és már sokban megvetett ember. Na most mégiscsak ő volt a number one, az első, hát ők nem mertek bemenni többen testületileg, és figyelmeztetni Gorbacsovot, hogy bajba vagyunk, és vegyük át katonai belügyi eszközökkel a hatalmat. De maga Gorbacsov törekedett arra, hogy valahogy Jelcin szarvait le kell törni. Most ennek nagyon komoly eszköze volt az országos, a márciusi referendum, magyarán a népszavazás. Március 17-én a szovjet lakosság, akik előre regisztráltak, nem önként is tanulva, hanem mindenhol a helyi hatóságok, elintézték ezt a nyájas alattvalóknak, na most a lakosság regisztrált 80%-a elment szavazni, és a 80% kétharmada, főleg Oroszországban és Közép-Ázsiában, részint csak Ukrajnában, megszavazzák azt, hogy a Szovjetunió maradjon meg. Moldáviában a lakosság egy része nem volt hajlandó elmenni, de akik elmentek, nem egyértelműen szavaztak, és a három kis balti demokrácia, akik a két világháború között függetlenek voltak, Észtország, Lettország és Litvánia, valamint Grúzia és Örményország, hát ők lényegében már a függetlenség útjára léptek. Miért pont Örményország? Hiszen az Azerbajdzsán és Örményország közötti hát ilyen félkatonai összecsapás idején Gorbacsov és környezete
Megint csak nehéz ezt így kimondani, mert a kulisszák mögött zajlottak ezek az események, de már annyi forrás van erről, Gorbacsov és környezete egyértelműen az örmények oldalára léptek. Tehát nagyon érdekes, hogy az örmény akkori vezetés azt mondta, hogy nem fogunk tüntetőn szavazni Gorbacsov mellett. És március 26-án Gorbacsov földbuzdulva, hogy ilyen szépen szavaztak a szovjet alattvalók, akkor visszavonta az eredeti tervét, 90 végén már délgedte ezt a tervet, hogy egy laza föderációt, inkább konföderációt létesít majd a Szovjetunióból, akkor talán gazdaságilag, meg politikailag könnyebb lesz eligazgatni ezt a széteső országot, és akkor talán a nyugat is nyájasabb lesz olyan értelemben, hogy egy kis pénzmagot juttat a Szovjetunió fönnállásához. Ígéret rengeteg volt. Bush, idősebbik George Bush, Kohl kancellár és mások hajlandók lettek volna szóban segíteni anyagilag a Szovjetuniót. Gyakorlatilag nem sokat tettek Gorbacsovért. Mert Gorbacsov hatalmát gazdaságilag kellett aláduccolni, sem a szovjet mezőgazdaság, sem az ipar nem funkcionált. 1991 tavaszán és kora nyarán hatalmas sztrájk hullám söpört végig a szovjet vidéken, főleg a bányászok sztrájkoltak is, nem kaptak fizetést, borzasztóak voltak a munkakörülményeik, főleg az olajbányászok tiltakoztak, és Gorbacsov egyre inkább úgy érezte, hogy neki tenni kell valamit, de világos koncepciója nem volt. Március 28-án Gennadij Janajev, Gorbacsov helyettese, a Szovjetunió úgymond alelnöke vezetésével föláll a leendő rendkívüli bizottság. Nem baj, hogy én huntának fogom szólítani a mostani adásom során, meg a következő adás idején. Hát ez hunta volt. Ez egy tipikus pucsista, dél-amerikai típusú hunta volt. Azzal a különbséggel, hogy egy unta általában Dél-Amerikában, de máshogy is nagyon sokszor szakszerűen intézkedik és rendelkezik, elég véres módon lép föl, de ügyesen. Ez az egész unta sok tekintetben pancserekből állt. 1990-ben jártam São Paulo-ban, Brazíliában egy Sztálin-Trockij konferencia. Volt egy brazil professzor, egy baloldali érzelmű ember, aki nagyon sokat foglalkozott a dél-amerikai és közép-amerikai katonai puccsok történetével, és érdekes adományai voltak ezzel kapcsolatban, mentünk sörözni is, traktálpekem ilyen történeteket. Hát ő 1991. augusztusában pont Moszkvában volt, és Budapesten keresztül utazott haza, valamikor szeptember elején. És elmentünk vele a Zserbóba, a Zserbó teraszára, jó idő volt, mosolyogtam, ő meg teljesen komoly volt. Azt mondja, az egész elméletét, több könyvet is írt talán a kérdésekről, az egész elméletét megcáfolta a moszkvai pucs, melynek ő szemtanúja volt, sőt a pucsisták táborában és Gorbacsov híveinek táborában, ha nem is a topon, de azért voltak ismerős. Nagyon sok, jótól oroszul egyébként, mert fiatal korában, rövid ideig bár, de az Szovjetunióba ért emigrációban, és ezért egy csomó dolog ráragadt az orosz nyelvből. És azt mondta, hogy ez nem volt egy normális pucs. Ezek pancserok, másképpen mondta persze oroszul, ezek dilettánsok. És ugyanakkor nálunk, így mondta, Dél-Amerikában a hunta tagjai már keresik egymással a kapcsolatot, minden részletet megbeszélnek, de Afrikában is, de Ázsiában is ez van, hogy sokszor egy őrmester vagy egy fiatal tiszt képes megragadni, kezébe venni a hatalmat. És mi történt itt? Keresték egymás kapcsolatát, volt egy nagyon komoly, közös, hivatalos terénumok. A hunta tagjai és a pucsisták mind Gorbacsov hívei voltak. Gorbacsov közeli munkatársai. Mind tájékoztatták részben, ha nem is teljesen Gorbacsovot, hogy mire készülnek, hónapokkal ezelőtt. Gorbacsov megbízott bennük. Gorbacsov reál bízott egy csomó feladatot, hogy mi történjen majd a rendkívüli állapotok kihirdetése idején, és az utolsó pillanatban ezek
úgy elszólták a dolgokat, hogy öröm volt nézni. De minden esetre március 28-án Gennadij Janajev, aki egykori komszomol vezető volt, aki egy ötödrendű, nagyon buta ember volt, és aki szintén alkoholista volt, de olyannyira, mint Pavlov kormányfő, hogy amikor ő bejelentette egy sajtóértekezleten, hogy milyen tervei vannak ennek az egész rendkívüli helyzetek állami bizottságának, akkor így remegett a keze. Hát az fél világ már akkor nevetett ezen az emberen, aki arra hivatkozva, mert Gorbacsov azt mondta legalábbis, hogy ő nem tér vissza Moszkvába, mert súlyosan beteg, amikor ennek a rendkívüli bizottságnak a képviselő fölkeresik őt, erről még beszélünk részletesen. Na most Gorbacsov először azt mondta, hogy ő nem megy, mert isiásza van, és ő még mozdulni sem. Hát persze a rendkívüli bizottság titkos tagjai már tisztában voltak azzal, mert Gorbacsov minden percéről a belügy emberei jelentették Krücskovnak részleteket, hogy Gorbacsov úszik, hogy Gorbacsov azért sétál, tehát nem annyira beteg, és volt egy még egy elszólása, tényleg Freud, hát hogyha viszont 20-án, augusztus 20-án nekem föl kell utazni Moszkvába, mert aláírjuk a legfelső szovjet képviselői előtt, aláírjuk egy új szovjet föderatív köztársaság létrehozásának az alapdokumentumait, akkor még halálosan beteg is. Ilyen is felutazom. Hogy ő nem hajlandó a Kunta képviselőivel együtt felutazni Moszkvába, de még nem is hajlandó bármilyen papírt aláírni. A győztesekhez akart igazából csatlakozni többen az események vezetői közül, a szálakat mozgató politikusok közül többen ezt állították éveken át, és maga Gorbacsov is utalt arra, hogy tulajdonképpen ő nem volt letartóztatás alatt, ő nem állt letartóztatás alatt. Rögtön persze az eseményeket követően Gorbacsov azt mondta, hogy a házi őrizetben. Hát ezek az emberek a legközelebbi munkatársaik voltak, köztük volt a sok éves titkárság vezetője, köztük volt Krücskov, aki tényleg Gorbacsov megbízásából a legpiszkosabb dolgokat intézte. Köztük jó volt az a Jazov marsal, akit ő emelt ki egy szibériai katonai körzet éléről, és felvitte Moszkvába. Gorbacsovot egyébként utálta a marsali és a tábornoki kar, Gorbacsov nem véletlen, igaz, hogy rövid, de hát akkor is regnálása alatt senkit nem nevezett ki a tábornoki kar tagjai között marsalnak, és általában a hadsereggel teljesen összeveszett. Az volt a véleménye, hogy a hadipar is az csak kártékony, és nem érdemes támogatni a hadipart. Gorbacsov egyik fiatal kedvence, Oleg Sénin, a párt szervezetnek, a párt parádusnak lényegében a mozgatója volt, a Baklanov a hadipar irányítója, és a katonai ipari komplexum lényeges, tényleges vezetője. Ő is Gorbacsov egyik kegyence volt, Gorbacsov emelte ki őket, és Lukjanov, a legfelső szovjet elnöke, Gorbacsov régi ismerőse és hű szövetségese, és úgy lehet mondani, hogy személyes jó barátja, ő is mozgatja a szálakat, és ő is Gorbacsov köréből került ki, sőt ennek a körnek egy ideig ő volt a központja, a centrum. Na most ilyen emberek készülnek hatalom átvételre, mi történt közben? Részben ezt a társaságot nagyon idegesíti, hogy 1991 nyarán Gorbacsov, aki szeretne azért bevezetni ilyen katonai állapotot, rendkívüli állapotot, Szovjetunió szerte, aki alárendelteti a moszkvai karhatalmat, a moszkvai rendőrséget, miután már Jelcin Szovjet-Orosz Föderáció elnöke lesz, mégis Moszkva, a Szovjet-Orosz Föderáció fővárosa, és mégis Gorbacsov alárendelteti a moszkvai katonai és karhatalmi hatóságokat, az egész moszkvai garnizont is, a szovjet katonai és belügyi vezetésnek. Gorbacsov, aki még letartóztatásra is gondol, hogy egy csomó embert le kell majd tartóztatni, akik itt szervezkednek a
korszakos vezetés Gorbacsov ellen. Gorbacsov, aki kineveti Metlock amerikai nagykövetet, és azt üzeni Bakernek, az amerikai külpolitikai irányítójának, aki Berlinben közli Veszmerni szovjet ügyérrel, hogy hát pucs készül Gorbacsov ellen, Gorbacsov kineveti őket. Más kérdés, hogy Veszmerni, aki viszi ezt a hírt Gorbacsovnak, ő is lényegében már a formálódó pucsista körhöz tartozik, jól lehet ennek a körnek a margóján van. Gorbacsov, aki leváltja Riskovot, régi munkatársát, régi szövetségesét, nagy kedvencét, én nem mondom, hogy barátját, mert én órákon át interjút készítettem, mi több szünetet tartottunk Riskovval, az ő nyaralójában többször találkoztam vele Moszkvában, és hát Riskov olyanokat mondott Gorbacsovról, hogy ez nem igaz, de azért azt mondta, hogy kétszínű ember volt, és elbűvölt ember. Gorbacsov többször mondta azt nekem, hogy ne mondjak le, én többször le akartam mondani. És utána pedig kirúgott engem lényegében, és amikor meglátogatott a kórházba, akkor meg is mondtam neki, hogy ha felgyógyulok esetleg nyáron, volt erről szó, akkor soha nem fogunk már együtt dolgozni. Most Gorbacsovnak volt egy ilyen hatalom átvételt kivédendő, rendkívüli állapot bevezetését szorgalmazó periódusa, de aztán Gorbacsov felrúgta a leendő pucsistákkal való nagyon szoros szövetséget, és vagy nyugati diplomaták közvetítettek, vagy egyes szovjet politikusok, ez tényleg olyan, mint a Bermuda háromszög, erről semmit nem tudunk. Sok minden másról tudunk, például Gorbacsov hogy lett a szovjet kommunista párt egyes számú embere, hogy Andrei Gromyko, a szovjet politikai vezetés és államaparátus egyik legfontosabb embere, tárgyalt Gorbacsovval, erről megelőzendő, de nem személyesen tárgyalt, hanem különböző közvetítők révén, például a fia is közvetített már, mint Gromyko fia, meg Gorbacsov fontos munkatársa, Alekszander Jákovlev is közvetített, meg Primakov is, aki a Jelcin korszak fontos politikusa volt, ő is közvetített Gorbacsov és Andrei Gromyko között, már olyan részleteket tudunk erről, de hogy nyáron mi történt, hogy Gorbacsov szinte lesöpörte ezt az egész társaságot. Ravasz ember volt, nem közölte velük, hogy ejtette őket, de hát lesöpri őket, és ők meg kétségbe esnek. És főleg az volt egy tényleg egy ilyen, a váltásnak egy nagyon fontos eseménye, hogy a novo-ogarjovai nyaralójában Gorbacsov a legnagyobb titokban találkozott a korábbi legnagyobb és későbbi legnagyobb ellenségével, Boris Jelcinnel, és Nurszultán Nazarbájev, kazah vezetővel titokban tárgyaltak, hogy meg fog válni ezektől a senkiházja, Krücskovtól, Jazov Marshalltól, Pavlov miniszterelnöktől, másoktól, és Nazarbájevet megteszi kormányfőnek, Nazarbájev boldogan beleegyezett, és Jelcinre pedig támaszkodni fog. És Jelcin kijelentette, hogy mindenben támogatja majd Gorbacsovot, a csodatársaság ez azért. Elmúlt néhány hónap, és Jelcin ott tartván Gorbacsov nyakán a kést gyakorlatilag leváltja és elkergeti. De ez egy későbbi történet. Ez az egész beszélgetés, lehallgatás, tárgyalat, és akkor már Krücskovnak legépeltette az egész beszélgetést, meg volt a döntő érve, amikor Pavlovval, kormányfővel, amikor Jazovval, Marshallval, a szovjet hadsereg egyes számú katonai vezetőivel, Baklánovval, a ipari katonai komplexus vezetőivel, Sényinnel, a szovjet pártközpont egyik vezetőivel, meg a többiekkel elkezdett tárgyalni. Még egy csomó emberrel tárgyal Krücskov, aztán később bekapcsolódik ezekbe a tárgyalásokba. Jazov Marshall is. Ők elmennek egy határig, de egymás között nagyon nyíltan tárgyalnak, és akkor júliusban, még Gorbacsov Moszkvában van, néhány hét alatt sikerült kidolgoztatni nekük egy ilyen cselekvési titkos programot. Erről a programról már Gorbacsov nem tud. Ő úgy utazik el Krím félszigetre, hogy ő milyen ravasz, hogy ő megegyezett
Jelcinnel és Nazarbájéval. Ki tudja, hogy még mit gondolt Gorbacsov, soha nem fogjuk ezt talán megtudni. Nem véletlenül azt mondta, hogy úgysem most tudjátok meg soha, hogy mi történt itt a kulisszák mögött, és akkor a pucs már formálódott, hamarosan sor is kerül erre a pucsra. De ez egy másik történet, itt folytatjuk legközelebb. Песни не смолкали, чтоб не знать нам горестных утрат, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачны и чисты, не дадим их обращить врагу, и как наши зоркие чекисты, будем все всегда мы на чеку. Раздеться наша весь народ, враг не пройдет границы, а хоть пройдет, так попадет, дешевый рукавиц.